A Bátor Televízió híradója következik, köszöntöm Önöket! Beiratkozás az alapítványi iskolába. Elkezdődött az iskola épületének átalakítása. Nem állt le az iskolai étkeztetés az oc -ban. Az alapítványi iskolába is várják a nyírbátori és városkörzeti elsősöket. A kapuit ősszel megnyitó iskola elsőtől negyedik osztályig mind a négy évfolyamon indít majd osztályokat. Van egy nyíregyházi iskola, amely gimnázium, Szakgimnázium és általános iskola egyben. Ez a Leonardo Média Akadémia, és ennek lehetünk mi, ez az alapítványi iskola, a tagintézménye. Ez egy önálló intézmény, önálló épületben, teljesen más településen, tehát jelen esetben itt Nyírbátorban, és nyilván ennek az iskolának, mint egyébként az egyházi iskoláknak is, nincs ö, körzete. Hogy ugye ezt elkezdődött mondjuk az alapítványi iskolánál, jelen esetben vezéssel és a kérdőívek alapján a szülők megadhattak ö, elérhetőségeket. Ennek a kitöltésével a szülők jelezhették felénk azon szándékukat, hogy ők elkötelezettek esetleg az alapítványi iskolával kapcsolatosan. Tehát akkor mi történik hétfőtől? Elküldtük e-mailben, előzetes e-mailben azt, hogy az ő, egyébként más iskola is így teszi, hogy az ő gyerekük felvételt nyert, a mi alapítványiskolánkban. Tehát van. az alapítvány iskola, már válaszolt a szülőnek a korábbi... Uh, nem csak az alapítványi, más egy De De most, de most mi erről beszéljünk, tehát így már válaszolt, és akkor le, az is lehetséges, hogy egy gyereknek, vagyis hát az ő szüleinek válaszolt három iskola is. Így már. van, így van. Tehát nem kell azt hinnie, hogyha az első értesítést megkapta valahonnan, mindegy, hogy milyen módon, hogy akkor azért eldőlt az ő gyereke sorsa. Sőt. Sőt. Akkor dől el az ő gyereke sorsa, hogyha a szülő visszareagál erre, és valamelyik mellett leteszi a voksát, ugye? Így van, így van. Most akkor mit kell neki tenni hétfőtől mondjuk 24-ig? Tehát milyen lépéseket kell tenni egy szülőnek ahhoz, hogy fixen elfogadja valamelyik iskolát, és akkor azt mondja, hogy beiratkozunk ide? Szándéknyilatkozatokat, amelyeket most a beiratkozáskor ezek a tanulók, illetve a szüleik kitöltenek, ezekre fel kell tüntetni ezeket az oktatási azonosítókat. Tehát mit kell tenni a szülőnek? Az óvodától ki kell kérnie ezt a számot. Az óvoda készséggel ki is fogja egyébként adni. Ez az egyik, ami nagyon fontos és beszerezendő. A másik, amit általában kiszoktak az iskolák küldeni, ez egy szándéknyilatkozat. Elképzelhető, hogy a szándéknyilatkozat már korábban kitöltésre került, mint nálunk is volt egy jelentkezési lap, és esetleg lehet, hogy van olyan iskola, amelyik ezt már készpénznek is veszi. Mi Igen. nem, az alapítványi iskola nem. Mi külön küldtünk mindenkinek egy szándéknyilatkozatot, ahol anyuka, apuka neve, adatai ugyanúgy szerepelnek, mint a gyereké, és az is szerepel rajta, hogy ő elkötelezett ezzel az iskolával kapcsolatban, tehát ő ide kéri ebbe a Leonardo Média Akadémia tagintézményébe a felvételét. Ez a másik fontos, hogy ezt ki kell tölteni, aláírásával és az oktatási azonosítóval el kell látni a szülőnek. Ugye van még egy nagyon fontos dolog, a születésanyakönyvi kivonat. Itt is volt már olyan szülő, aki érdeklődött, hogy nem találja, hogy tudja ezt előkeresni. Itt abban tudunk segíteni, hogy az ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban működik továbbra is, tehát hétfő és csütörtöki napokon betelefonálás útján nyugodtan megkérheti az anyakönyvezetőt. elmondja, hogy mi a problémája, és az anyakönyvezető vissza fogja őt értesíteni telefonon, hogy mikor léphet be, mert hogy ez nem egy-két egy órás világos. dolog, amit ki lehet várni, hanem egy hosszadalmas. Amiről most beszél, ez papír alapon kell ezeket? Ez úgy történik, hogy például mi kiküldtünk egy formanyomtatványt a szándéknyilatkozatról, kikültünk, adatvédelmi nyilatkozatról, stb. stb. Ezt a szülő kitölti, és vagy visszaszkenneli, hogyha van otthon nyomtatója, vagy telefonon lefotózza, és elektronikus úton, tehát e-mailben nekünk ezt visszaszolgáltatja. Tehát nem kell behozni személyesen? Nem fontos behozni személyesen, ugye itt vigyázunk a járványügyi helyzetre, viszont mi megadjuk azt a lehetőséget, amit a jelentkezési lappal korábban is megadtunk, hogy természetesen be lehet hozni a polgármesteri hivatal portájára, és ott leadják a részünkre, és mi továbbítani fogjuk az intézményvezetője mm -hmm. Karászi Csilla felé. Gőzerővel zajlik az iskolának otthontadó adó épület átalakítása. A bejáráson a Leonardo Média Akadémia szakmai vezetőjével, illetve a Nyírbátori Intézmény igazgatójával beszélgettünk az élmény suliról. A, intézményünknek a tagintézménye lesz ö, ö, szeptembertől, és ö, a, az előkészületek azért folynak, hogy egy alsó tagozat, tehát első, második, harmadik és negyedik osztály beindulhasson. Mit kínál az alapítványi iskola? Olyan élménypedagógiát, olyan élménysulit kínálunk az idejelentkezőknek, ahol megtapasztalhatják a gyerekek és a szülők is, hogy a tanulás az nem csak munka, hanem örömforrás is lehet. Az élménypedagógiai elemeket szeretnénk bevinni a tanítás-tanulás folyamatába. Itt gondoljunk arra, hogy szerepjátékok, társasjátékok formájában fogják a tanulók az ismeretet elsajátítani, és az élmények pozitív beépülésére helyezzük a nagy hangsúlyt. Az, hogy a motivációja, hogy akarjon a gyermek tanulni, és a tanulás is eredményes legyen számára, ezt igazán fontosnak tartjuk ez az iskola is, mint számos más intézmény, egész napos oktatási formában kívánja a gyerekeknek az élmény alapú oktatást megvalósítani. Nem a házi feladatok adásában, hanem a gyakorlásban hiszünk, és abban hiszünk, hogy mindenki jó valamiben. Miben lesz még más, mint egy hagyományos általános iskola? a sporttevékenységekben, a digitális oktatásban, a művészetek területén és a nyelvtanulás területén lesz más. Nagy gondot fordítanak majd a pedagógusok a diákok lelkének az ápolására is, ami azt jelenti, hogy hetente háromszor ráhangoló órával kezdik majd a napot, amikor az ügyes bajos dolgaikat megoszthatják a tanítónénikkel. A tantermek azon kívül, hogy digitális táblával lesznek felszerelve, a tanter, lesz olyan tanter, Termünk is, ahol uh, élményalapú programozást tanulhatnak majd a gyerekek. Itt már uh a kisiskoláskorban, elsőskorban megismerkednének a programozás élmény alapú ismereteivel. Itt nem arra kell gondolni, hogy most ők algoritmikus gondolkodás szerint fognak dolgozni, hanem különböző ikonokkal fognak egyszerű parancsokat kiadni, például a robotoknak, és azokat különböző módon fogják vezérelni. Ezen kívül a nyelvoktatást is szeretnénk erősíteni, de nem csak azokra gondolunk, akik esetleg már tanultak idegen nyelvet, hanem a teljesen kezdő gyerekeket is szeretettel várjuk. Nekik a nyelvoktatás kezdő csoportban, a nyelvismerete rendelkezőknek pedig egy haladó csoportban fog majd folyni. Hány tantermet fognak itt létrehozni, és mi az, ami még ezeken kívül kialakításra kerül? A beruházás az két ütemben zajlik. Az első ütemben az első négy év folyamnak a tantermeit fogják kialakítani, ezen kívül csoportszobákat, logopédiai, illetve fejlesztő szobát alakítanak ki. Orvosi szoba lesz még az első ütemnek a része. Aztán tornaszobát építenek a, a kollégák, hogy a kicsiknek a mozgási igényét ki tudjuk elégíteni a mindennapi testnevelés órák során, illetve étkezőt alakítanak ki valamint tálaló konyha lesz még az első ütemnek a része. A nagy munkálatok május 31-ig lezárulnak, hiszen nekünk az engedélyeztetési eljárásokhoz igazodnunk kell a hatósági, illetve hivatali határidőkhöz, és a finom hangolások pedig a május 31-ét követő időszakban várhatók. A magyar-angol két általános iskola konyháján továbbra is folyik a munka, a konyha üzemel. A Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény igyekszik a családok életét azáltal is megkönnyíteni, hogy az eredetileg iskolai tanítási napoknak minősülő időszakban biztosítja az intézményi étkeztetést a tanulók számára. Kiknek főznek? Milyen Lehetőség van most arra, hogy melegebédhez jussanak a gyermekek, családok? Ugyanúgy, mint iskolaidőben rendesen mi is főzünk, tehát aki igényelte és igényli, annak biztosítjuk a háromszori étkezését ugyanolyan szinten, mintha iskolaidőben lenne, hiszen most az iskola nem szűnt meg, nincs szünet, a digitális oktatás zajlik ebben az iskolában is, tehát aki igényli, annak tudjuk biztosítani ma már a tíz órait, ebédet, uzsonnát és érte lehet jönni, és úgy oda tudjuk adni azoknak a tanulóknak, illetve szüleiknek, akik ezt igénylik. Milyen felületen tudják jelezni a, a családok az igényüket? Az iskolával van egy együttműködésünk. Az iskolával az osztályfőnökök kiküldik a szülőknek ezt a lehetőséget. Ezt meg is ismétlik többször, hogy tudjanak róla a szülők. És amennyiben a szülő igényli, akkor az iskola jelzi felénk, hogy igen, lehetőség van, és kérik, hogy igénybe vegyék ezt az ebédet. Most kibővítettük ezt a lehetőséget azzal is, hogy amennyiben. A szülő is szeretné igénybe venni az étkezést, hogy ne csak a gyereknek egy ebédet vigyünk el, vigyenek el, hanem úgy gondolja, hogy ő is kér egy ebédet, akkor azt egy 750 forint per adagáron biztosítani tudjuk a szülők részére is. Azt kértük az iskolától, hogy ezt is közöljék a szülőkkel, tájékoztassák őket, és amennyiben igény van, az iskola jelzi felénk azt, hogy kinek van erre igénye. Átvenni az ebédet, azt ugye nem csak itt lehet a konyhánál. Nem két helyszínen biztosítjuk, az egyik itt a konyhánál egy ajtón keresztül tulajdonképpen adjuk az ebédet, illetve a József Attila utcán a közösségi házban szintén adjuk az ebédet, hiszen nagyon sok tanuló jár onnan arról a területről, de az iskolába az ő számukra, hogy ne kelljen végsétálni a városon az ebédért, ezért oda kiszállítjuk és ott osztjuk ki számukra az ebédet. Az igényleadásnál mit kell figyelembe venni? Mindig az aktuálisan következő hétre vonatkozik ez, vagy ha valaki megigényli, akkor onnantól kezdve folyamatos ez? Folyamatosan lehet, ha ma délig megigényli, akkor gyakorlatilag a holnapi nap folyamán már biztosítani tudjuk neki az ebédet, és ameddig kéri, addig biztosítjuk számára. Természetesen ez az iskola időre szól. Jövő héten lesz két nap, amikor ugye a tavaszi szünet hivatalosan az iskolába beindul. Az azt jelenti, hogy a tavaszi szünet idején csak a, szünidei gyermekétkeztetés működik, ez a jövő hét csütörtök és a húsvét utáni ked. Egyébként pedig az iskolai idei étkeztetés működik, ugyanolyan feltételekkel, aki ingyenes étkezés volt, ő ingyenesen kapja az ebédet, akinek 50%-os térítési díjat kellett fizetni, annak továbbra is ugyanúgy 50%-ot kell fizetni, és ezért a 10 órai ebéd kapja meg egy csomagban mindig délben, amikor jönnek az étkezésére. Szocialista országgyűlési képviselők adományaiból tisztító és fertőtlenítőszer csomagokat állítottak össze. Miről szól ez az akció és mekkora ez a segítség? Szocialista párti képviselők egy-egy millió forintot felajáltak a fizetésükből arra, hogy a vírusválságban segítsenek Magyarországon. szabolcs már berek megye több mint egy millió forint értékben ebből a felajánlott pénzből. Gyakorlatilag domesztoszt, illetve készfeltételítőt fog tudni eljuttatni a, hat, a megye mind a hat választókerületének rászorult embereihez. Minden segítség számít egy ilyen nehéz helyzetben, hiszen egy nagyon komoly veszélyhelyzetben van az ország. Ha mindenki teszi a dolgát, ha mindenki segít abban, ami tud, akkor remélem, hogy minél hamarabb túl leszünk ezen a nehéz helyzeten. Számunkra, az MSP frakció képviselői számára nem volt kérdés, hogy tesszük a dolgunkat, és egyébként segítünk abban, amit tudunk úgyhogy képviselőnként egy-egy millió forintot ajánlottunk fel a védekezés támogatására. Azt gondolom, hogy nagyon komoly segítséget jelent ez rászoruló családoknak, és azoknak, akik a frontvonalban dolgoznak, akik tulajdonképpen a legbátrabbak ebben az időszakban, tehát elsősorban az egészségügyi és szociális szférában és a közlekedési ágazatban dolgozókat próbáljuk segíteni ezekkel a védekezés támogatószerekkel. A választókeretek eldöntik, hogy intézményeknek, magánszemélyeknek, vagy kiknek adják ezeket a termékeket. Úgy gondolom, hogy most ebben az időszakban ezzel tudunk legjobban hozzájárulni ahhoz, hogy minél kevesebb embert fertőzzön meg a vírus szabolcs megyében. Lesz a folytatása ennek a kezdeményezésnek? Jelenleg az a pénz, amit felajátok a képviselők, ezzel a mögöttünk lévő mennyiséggel kimerült. Ugyanakkor, hogy később a válság elhúzódásával lesz-e még lehetőségünk ilyen akcióra, azt már nem tudom megmondani, Én bízom benne, hogy mások felajánlásával is fogunk tudni még a későbbiek során, ha nem is ilyen látványosan nagy mennyiséget, de kisebb mennyiségekkel segíteni azok, akik rászorultak. Kedves nézőink, a Bátor Televízió híradóját látták, megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsorvezető ruháját a Gabi Mami divatáruház biztosította.